A város köztemetője mellett milyen munkálatokat végeztetek el a mai napon? Hát igen, örömteli összefogás eredményeképpen sikerült mintegy 900 ezer köbméter földet ide szállítani. Tulajdonképpen ez egy örömteli esemény abból a szempontból, hogy a városi önkormányzat, a Max Beton Kft., aztán református presbiterek önkéntes munkájával sikerült összehoznunk ezt a nem kis teljesítményt, illetve hát Kovács Andrásnak a műanyagüzem melletti területén volt egy magas homokdomb, úgyhogy még neki is tudtunk segíteni abban, hogy elhordtuk onnan a homoknak egy nagy részét, így aztán talán könnyebb lesz neki is a folytatás. A meghirdetett munkára hányan jöttek el, hiszen nagyon sok traktort, illetve kézzel dolgozó embert is láttunk a mai napon itt. Pontos számot nem tudok még most azonnal mondani, 13 traktor pótkocsival jött, akik forogtak egész nap reggel 7 órától, most hát 3 óra körül van, most hagyták abba, illetve hát jöttek még egy jó 10-15 ember, akik itt a helyi, vagy a helyszínen segítkeztek, úgyhogy hát nagy örömünk ez, hogy ilyen jó kis összefogás történt. Teljesen megújult itt a környezet, milyen célt fog szolgálni ez az újonnan átalakított, átszervezett környezet? Tulajdonképpen a megújult ravatalozó, amit az önkormányzat épített, ehhez kapcsolódik ez a beruházás. Úgy döntöttek a városatyák, illetve az egyházközségek elnökségei, a presbitériumok, hogy egy új parkolót készítünk ide. Egy kicsit nagy volt itt a sár, meg a piszok, amikor esett az eső, és a föltöltés azt szolgálja, hogy itt több mint 1000 négyzetméter térkővel lesz lerakva, illetve murva kővel lesz a többi része kiegyenlítve, feltöltve, és akkor a temetéskor, ha ide kell jönnünk, akkor ez kényelmesebbé teszi a közlekedést. Tehát akkor ez a munkálat gyakorlatilag a térkő, illetve a murva köves munkálatok előkészítésének nevezhető? Igen, igen, teljességgel. A komolyabb munkálatok, a térkő, murva kő letétele az mikor fog bekövetkezni? Hát az idő engedi, Isten úgy adja, hogy jó időnk lesz, akkor nagy valószínűség szerint ez még a október-november hónap folyamán elkészül. Ennek költségeit milyen forrásból, hogyan sikerült előteremteni? A forrás nagy részét az önkormányzat biztosította, 6,5 millió forint támogatást adnak ennek a parkolónak, illetve itt majd kerítés is épül, még különböző kerítés szakaszok lesznek megújítva, a többi részét pedig a két egyházközség közösen biztosítja. Lesznek-e még idén egyházi szervezésben itt munkálatok, tereprendezési feladatok? Ha minden jól megy, és újra csak azt mondom, hogy ha Isten úgy adja az időt, akkor a jövő héten, most tömörítése folyik ennek a föld, idehordott földnek, akkor a jövő héten még egy újabb föld réteg kerül majd idehordásra. Azt az evangélikus egyház vállalta, hogy az ő presbitereik önkéntes munkával fogják végezni. Illetve a temető mögötti részen a kerítést szeretnénk még megépíteni. Hát azt nem tudom majd, hogy az hogy, mikor fog megtörténni, de igyekszünk azt is még ebbe az esztendőbe elvégezni. Mielőtt még a térkő rákerülne erre a területre, addig használhatják-e esetleg az autósok, az ide érkezők, a látogatók ezt a területet, hiszen nem sokára jön a halottak napja, minden szentek, gondolok itt arra, hogy nagyon sokan fognak látogatni majd a temetőbe. Igen, Bezsenyi Lászlótól én azt a tájékoztatást kaptam, hogy most megpróbálják itt úthengerrel annyira letömöríteni ezt, hogy nyugodtan rá lehet jönni. Hát ha fölázik, akkor majd azért figyelni kell, hogy el ne süllyedjenek itt az autók, de a munkálatok itt szerintem 2 héten belül véget is fognak érni, ami a kő leborítását illeti, tehát a kőre rá lehet majd jönni. A térkő lerakása az egy kicsit későbbi munka lesz majd.